Szél azt mondta, kerestél. Ülj le. A húsvéti kosarak? Nem tudom, mire célzol. De nem is akarom tudni, jó? Mi ez a balhé közted és Póli közt? Lehúztad egy vacsorával? Hogy én lehúztam őt. Ő mondta? Válaszolj a kérdésemre. Mondhatok valamit a védelmemre? Cseppet sem fair, hogy örökké én fizetek. Évek óta én állom a cehet. Ennyi volt? Na jó. Addig fizetsz, amíg azt nem mondom, hogy elég volt. És ne vágj pofákat! Tudod, hány vacsorát fizettem én ki az elmúlt években? Etettem Ricsi Aprilt, meg a H.S. Geri Anasztáziát. Egy vagyont hagytam a Kék Holdban. És nem csak sztéket ettek, belőlem renoválták a kalózt. Whisky, szivarok, pezsgőzés. Mindez egy hajó áráért. Elhiszem, Tony, de ez még az infláció előtt nem volt. Nem mindegy. Ez a tradíció. Nézd, annak idején a szamurájuknál is voltak bizonyos hagyományok. A fiatalok kiszolgálták az idősebbeket, mostak rájuk, meg tudom is én. Ez mind a tiszteletjel. Nem olyan nagy ügy. Lesz idő, hogy majd neked fizet valaki.